A palesztin-izraeli háborúban szombat óta folyamatosak a támadások. A negyedik napi összesítésben több mint 900 izraeli halottat és 830 gázai halottat jelentettek. A sebesültek száma mindkét oldalon több ezerre tehető. A Hamas rakétákat lő Izrael felé, miközben az izraeli hadsereg fokozza a bombázásokat. Az ENSZ emberi jogi hivatalának szóvivője figyelmeztet, hogy a civileket nem lehet megfosztani a menekülés vagy a túlélés lehetőségétől. A WHO szóvivője mondja, hogy humanitárius folyosót kell létesíteni a segély- és egészségügyi szállítmányok eljuttatására. Izrael északi részén is feszültség tapasztalható. Dél-Libanonból rakétákat lőttek ki Izrael felé, az pedig tüzérségi válaszcsapással reagált a két ország közötti határvidéken. Az iráni legfelsőbb vezető Ali Hamenei tagadja, hogy országának közel lenne a Hamas Izrael elleni támadásához. Hamenei miért adta a palesztinokat, akik az Izrael elleni támadásban részt vesznek? Az izraeli repülőtereken élénk a forgalom, a háborús helyzetben számos ország igyekszik kimenteni állampolgárait, de a menetrend szerinti járatok törlésével ez nagy kihívás.